good joke. Nobody speak, nobody get choked. Gratulunk a győzelemhez, a kettős győzelemhez és a továbbjutáshoz. Láttunk igazán szép dolgokat, minden úgy sült el. Ahogy azt elteveztétek, és ahogy te személy szerint edzőként szeretted volna? Köszönjük szépen a gratulációt. Összességében nagyon más mérkőzés volt, mint az első. Az egy sokkal intenzívebb, sokkal őszintébb meccs volt. Itt az ellenfél az első 10 percet kivéve már úgy látom, hogy beletörődött az eredménybe, és ez egy új inger, egy új tapasztalás a játékosoknak, vagy ennek a csapatnak így közösen velem együtt, hogy milyen érzés az, amikor egy kieséses párharcban az első mérkőzésen nagy előnyt tudunk kiharcolni, akkor is fenntartsuk azt az intenzitást, azt a játékminőséget, amit szeretnénk. Most nem jött össze a tripla, de hogy érezted magad a mai találkozón? Hát jól éreztem magam, most a gólpassz jött ki, úgy segítem a csapatot, ahogy tudom, most így jött ki. Nem baj, így segítem, az a lényeg, hogy nyertünk. Úgy gondolom, hogy a csapat végig koncentrált volt, mind idegenben, mind hazai pályán. Talán a mai mérkőzésen kicsit nehezebben indultunk el, de akkor is koncentráltsággal nem volt probléma. Tehát a védekezésünk rendben volt, ezáltal le tudtuk hozni kapott gól nélkül a mérkőzést. Milyen volt a Pancsó Arénában tévés meccsen pályára lépni? Nagyon jó érzés volt, végre a Pancsóval játszottunk, főleg tévés volt. Itt voltak a családtagjaink, barátaink, meg akartuk nekik mutatni, hogy nem véletlen volt ez az 5-1, és úgy érzem, be is bizonyítottuk, ma is lefociztuk őket. Cserék is jól szálltak be, te hogy láttad? Abszolút, abszolút. Lendületet vittek bele, illetve fontosnak tartottam, hogy ezek a játékosok, akik csereként álltak be, ők is fontos tagja ennek a keretnek, és ők is megtapasztalják ezt a fantasztikus légkört, ebbe a stadionba játszani, tétmérkőzésen, IFBL, úgyhogy nekik is akartam a játékperceket adni, és el abszolút éltek vele. Milyen személyes ambíciókkal léptél egyébként pályára Pancsó Arénában? Az a célom, hogy minél több labdát szerezzek, segítsem a csapatot, ahogy tudom. Fokuszáltam, hogy próbáljuk minél többet előrefele játszani. Levi Bás úgy küldött a pályára, hogy kicsit fogjam meg a játékot, járassuk, fárasszuk az ellenfelet. Fontosnak tartottuk, hogy bizonyos dolgokat gyakoroljunk, bizonyos dolgokra figyeljünk, mert összességében a következő párharc előtt sem lesz sokkal több edzésünk, úgyhogy ezt arra próbáltuk felhasználni. Bizonyos dolgokban megfeleltünk ennek, van, amiben azért van hiányérzetem. Genk lesz a következő ellenfél, hogyan tovább? Jó meccsre számítok, ők legalább játszó csapat, nem rugdálják el, és szerintem ezt a focit nekünk is jobban áll. Nagyon készülünk arra a mérkőzésre, és szerintem már az lebeg a szemünk előtt, ez már elmúlt. A Puskás Suzuki kupán volt szerencsénk ellenük játszani, ott győztünk ellenük, de nyilvánvalóan ez egy másik mérkőzés lesz, de ugyanígy fogunk hajtani, azt garantálom.